nagyon szépen köszönöm, hogy ismét meghívtak. 2,5 évvel ezelőtt jártam itt egy előadást tartani, és hogyha valaki azon itt volt, akkor talán emlékszik rá, hogy akkor egy egészen más témáról beszéltem. Ami annak köszönhető, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében én a két világháború közti magyar politika történet kutatását végzem, vagy annak a csoportnak vagyok a tagja, és a gasztronómia az az egyik hobbim. És hát ugye úgy van ez, hogyha az ember történész és van egy hobbi, akkor az is érdekli, ami annak az előtörténete. Úgyhogy így jött az, hogy nem csak a gasztronómia érdekel, hanem a gasztronómia története is, kimondottan a magyar gasztronómia története. De hogy mit is értünk, vagy mit is értek gasztrotörténet kifejezés alatt, az elmúlt 15-20 évben elsősorban az angol nyelvű szakirodalomban egyre többször jelentek meg olyan szövegek, amiket leginkább food history-nak szoktak nevezni, mint magyarra nem is olyan egyszerű lefordítani, mert nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ételek történetéről beszélnek, vagy régi recepteket gyűjtenek, hanem tulajdonképpen mindent, ami tágabban értve az étkezéssel, az étkezés kultúrtörténetével kapcsolatos. És tulajdonképpen ebben az előadásban is erről lesz szó. Egy kicsit megpróbálom azt is érzékeltetni, végighaladva a magyar gasztronómia történetén, hogy milyen sokszínű és mennyi összefüggést kell figyelembe venni az embernek akkor, hogyha a gasztronómia történetéről akar beszélni. Az egyik tapasztalat annak, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, az az volt, hogy amikor az ételekre gondolunk, akkor meglehetősen kevéssé gondolunk azokra úgy, hogy a történelem során azok változtak volna. Néha ez az időérzéketlenség ez úgy jelenik meg, hogy egyes ételeket, amiket gyerekkorunkból ismerünk, azokra azt gondoljuk, hogy azok mindig is voltak. Tipikusan ilyenek például a nemzeti ételek, a pörkölt, a gulyás, amiről azt gondoljuk, hogy nyilván már a honfoglaló őseink is ezt tették. Azt, hogy egy kicsit jobban belegondolunk, akkor az is nyilvánvaló lesz, hogy azért ez mégiscsak lehetetlen. És hát erről majd fogok is beszélni az előadásban, hogy mióta esszük ezeket, mint nemzeti ételeket. Másrészt viszont az is megfigyelhető az étkezés kultúrtörténetével kapcsolatosan, hogy vannak olyan kifejezések, amelyek azt érzékeltetik az emberrel, mint hogy ez valami nagyon modern dolog lenne. Ilyen például az, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy laktózérzékeny. Az ember azt gondolná, hogy laktózérzékeny ez valami modern betegség, ami akkor történik az emberrel, amikor már egy nagyon túlfejlett civilizációban él, holott ennek meg épp az ellenkezője az igaz. Valójában az ember alapbeállítása az, hogy laktózérzékeny, ami logikus is, hiszen a laktózhoz akkor szokott hozzá az emberiség, amikor elkezdte háziasítani a szarvasmarhát, a kecskét és más ilyen állatokat, ami körülbelül 3-4 ezer évvel ezelőtt történt. Az első olyan mumia, amit feltaláltunk, hát nyilván nem én, az az Ötzi nevű Alpokban megtalált jégbe fagyva mumifikálódott holttest, ami 4500 éves, történetesen ő is laktózérzékeny. Szóval messze nem arról van szó, hogy ez a jelenség, ami modern szóval van leírva, ez egy nagyon régi jelenség lenne. No de, kanyarodjunk vissza szigorúan a magyar konyha történetéhez. Hogyan definiálhatjuk azt, hogy mi is a magyar konyha vagy a magyaros konyha? 1958-ban Venesz József, aki egy kitűnő szakács volt és nagyban befolyásolta azt, hogy a 20. században mit is ettek Magyarországon, ő a következő ott kiírt szempontokat határozta meg, hogy mi is jellemző a magyar konyhára. Ha azonban megnézzük ezt a kiírást, akkor azt látjuk, hogy leginkább ez arra a sztereotípiára igaz, ahogyan gondolkodtak a 20. században arról, hogy milyen a jó magyaros konyha. Bármelyik országi más szövegben ezt láthatnánk, és végül az az eredmény, hogy nyilván a pörkölt a legmagyarosabb étel. Ha azonban ezen elkezdünk jobban gondolkodni, hogy miket is láttunk ott, meg mik is azok a legmagyarosabb ételek, akkor rögtön belefogunk abba a problémába, hogy például a paprika, az nyilvánvalóan az új világ felfedezése előtt nem lehetett része a magyar konyha kultúrának, hiszen Amerikába hozták be. És aztán utána még bő 2 évszázad, amik elkezdett igazán elterjedni és megjelenni a magyar konyhában. Éppen ezért paprikás ételeket nyilvánvalóan nem ettek a honfoglalók. De például a káposzta is csak a középkorban, a letelepedés után érkezik, tehát honfoglaló őseink ezt sem nagyon fogyaszthatták. Vagy hogy egy ilyen helyi jellegű kifejezés, aztán a tokány kifejezésnek van egy ilyen régies hangzása, ennek ellenére, mivel ez egy román átvétel a magyar nyelvben, megint csak nyilvánvaló, hogyha összefutottunk volna a Vereckénél Árpáddal, és azt kértük volna, hogy adjon egy tokányt, meglehetősen furcsán nézett volna. Vagy ott van a gyerekkori meséink egyik tipikus eleme, a hamba sült pogácsa, ami egy egészen érdekes szó, hiszen a pogácsa valamilyen formában egészen sok nyelvben megtalálható,
És hogyha visszakeressük az eredetét, akkor leginkább az olasz-latin kultúrkörben találjuk meg ennek a gyökerét. A ma olaszul focaccia-nak nevezett étel őséről van szó. A latinban a panis focaccius volt a hamuban sült kenyér. Vagyis a hamuban sült pogácsa kifejezésben nagyon szépen megőrződött a készítés módja ennek az ételnek. Na de hát ez se a tipikus magyar étel abban az értelemben, hogy nyilván ez is egy átvétel. És ha már átvételeknél tartunk, hogyha felültünk egy etimológiai szótárat és elkezdjük benne nézegetni a magyar nyelvben használatos ételneveket, akkor a legtöbbnél megtalálhatjuk, hogy melyik nyelvből került át a magyar nyelvbe, hogy mi volt a finnugor eredeti, és aztán a vándorlás során és egyéb más módokon hogyan is érkeztek ebbe különböző kifejezések különböző nyelvekből. És ha meggondoljuk, hogy miért is van ennyi idegen szó a magyar nyelvben, akkor azért ez meglehetősen logikus. Egyrészt ugye volt egy vándorlás a Kárpát-medencébe, és ennek során ugye volt számos kapcsolati, találkozási pont más népcsoportokkal. Aztán a betelepedésnél is találtunk itt már itt élő népeket, utána is telepedtek be mások a Kárpát-medencébe, a szomszédországgal volt folyamatosan kapcsolat, illetve hát voltak olyan nagyhatalmak, amelyek ideiglenesen állomásoztak magyar területen, és ezek is hatottak a magyar gasztrokultúrára. Ha régi recepteket olvasunk, akkor nem csak az etimológiai szótár, már csak azért is fontos lehet az etimológiai szótár, mert egészen furcsa, mai szemmel érthetetlen kifejezéseket látunk. Így például, amikor azt olvassuk egy 16. századi kötetben, hogy trágyáld meg az ételt, akkor azért az ember egy kicsit elbizonytalanodik, hogy mire is gondolnak. Hát valójában arról van szó, hogy azért a szavaink nem állandó jelentésűek. Így például a trágya, az kimondottan a mártás, tehát hogy öntsd le mártással, tehát nagyjából ezt jelenti, hogy trágyáld meg. A lé kifejezés az nem valami híg löttyöt jelent, amikor azt olvasuk, hogy valamit lében tálalna, hanem egy jóval sűrűbb szószt jelent ekkor még. De például, amit ma Magyarországon következetesen oregánónak mondanak, azt régebben még szurokfűnek hívták, mint ahogyan a pékségben meglepődően néznének rám, ha azt mondanám nekik, hogy kérek egy rongyos kiflit, mert valószínűleg nem értenék, hogy én egy croissant szeretnék. Aztán ott van az a viszonylag szép mondás, ami az Alföldről származik, miszerint a káposzta olyan, mint a bunda, nem csak prémezni, de bélelni is kell. Ezek megint szép magyar szavak, amik azt mutatják, hogy a káposztás ételekre bele lehetett főzni a húst, és akkor az a bélés benne, vagy pedig lehetett hozzátenni a külön főtt feltétet, vagy a külön sült feltétet, és akkor az volt a prém. És akkor ezt a szép kifejezést is lehetne használni, de hát nyilván ehelyett most már modernebb szavakat használunk. Az egyik legfontosabb tanulsága szerintem tehát ennek a történetnek, hogy ahogyan minden, ami körülöttünk van, szokásaink és az étkezési szokásaink is időben változnak. Többé-kevésbé kitartóak, de mégiscsak változnak az idők során. Itt összegyűjtöttem olyan elemeket, amikre majd részletesebben ki fogok térni az előadás során, hogy mennyire nincsen tulajdonképpen olyan állandó elem, amiről azt gondolnánk, hogy az úgy, ahogy van. Például az egyik ilyen, hogy ma a levesre például úgy gondolunk, hogy az egy teljesen természetes állapot, hogy az ember leveseket eszik. De hát messze nem az. A mindenféle leveket vagy mártásokat ettek ugyan, de azt, amit mi levesnek hívunk, azt nem kimondottan, inkább ilyen egytál ételeket fogyasztotta a barokk kor előtt. Vagy például, ha azt mondjuk, hogy lecsó, akkor megint csak arra gondolunk, hogy hát ez nyilván mindig is volt, vagy legalábbis egy jó ideje volt, de hogyha elkezdjük megnézni a receptgyűjteményeket, akkor azt látjuk, hogy 1930-as években jelent meg ez a szó először a magyar receptekben. Ugye az pedig azért nem is volt olyan nagyon régen. Ha viszont most ugrunk egy hatalmasat, és elkezdjük a történetet az elejéről nézni, a magyar honfoglalás története elé megyünk, tehát több mint 1000 évet ugrunk vissza, akkor az első lépés szerintem az, hogy lássuk azt egy Európa térkép segítségével, hogy Európában nagyjából 3 nagyobb olyan gasztrorégió van, ahol jelentősen elkülönül az, hogy mit is fogyasztottak. Az egyik ilyen, amit mondjuk mediterrán régiónak nevezhetünk, ez a római birodalom egykori területe nagyjából, vagy ha úgy fogalmazhatunk, hogy a földközi tengerhez közvetlen közel lévő terület, amelynek egy elég sajátos étkezés kultúrája van. A másik térség az az, amit ilyen germán-kelta, vagy ha úgy tetszik északi területnek nevezhetünk, és a harmadik pedig az, amit ilyen steppei vagy sztyeppei népek területének lehet nevezni, ez az ilyen alföldi, de a saját korában alapvetően mocsaras, és az Ázsia felé nyitott terület itt az észak-keleti irányban.
A Kárpát-medencének az az érdekessége, hogy tulajdonképpen egy pont egy olyan törésponton valahova elér mindegyik mező. Tehát, hogy mindegyik nagy gasztrorégiónak a metszetében található, így mindegyik gasztrorégió sajátosságai megjelennek, különböző időpontokban és különböző mértékben persze. Ha tehát elindulunk az ős-magyar konyhától, akkor alapvetően azt mondhatjuk, mint számos történet elején, hogy a kezdetek azok egy kicsit homályba vesznek. Ennek részben az az oka, hogy nem nagyon rendelkezünk írott forrásokkal, amivel meg ilyen azoknak a hitele is néha megkérdőjelezhető, hiszen nem magyar történeti források, hanem mások írták a magyarokról. A régészet, illetve a néprajz, a nyelvészet megpróbál különböző módokon a segítségünkre lenni, de az, amit biztosan állíthatunk, az meglehetősen kevés dolog. Azon túl persze, hogy paprikás krumplit nyilvánvalóan nem ettek. Az egyik elem, amiből talán el lehet indulni, az az, hogy egy állattartó, vándorló népcsoportról beszélünk, amelyiknek azonban voltak letelepedett tulajdonságai is már, hiszen a földművelést is ismerték már a honfoglalás előtt elején. Így ennek következtében viszonylag bő volt a tejtermékek fogyasztásának köre, tehát hogy nagyon sokféle tejterméket és viszonylag sok tejterméket fogyasztottak, illetve számosféle húsételt ettek, amit leginkább szárítással tartósítottak. Jellemző volt nagyon a kásák fogyasztása, ez még a középkorban is így lesz. És volt egy jellegzetes ital, vagy italtípus, ugye a kumisz, ami egy erjesztett, kancatejből erjesztett alkoholos jellegű ital, ami olyan italoknak a rokona, mint mondjuk az őstörök kefir, vagy a bolgár joghurt. Na most itt megint egy újabb elemre ugrunk, aki azt hitte, hogy a kefir és a joghurt az valami modern diéta kelléke, az nagyjából 1000 évet tévedett. Ebből az indulásból vesszük a rajtot, akkor a letelepedett középkori konyháról azért egy kicsit többet mondhatunk már. Az egyik legfontosabb elem az talán az, hogy ki mit evett, az elsősorban attól függő, hogy melyik társadalmi csoporthoz tartozott. A legrészletesebben a kolostorok étrendje van dokumentálva, hiszen ők írtak legnagyobb, tehát ott volt egyáltalán írásbeliség. Míg másrészt pedig az úri lakomák az, amit még viszonylag jól ismerünk, és jóval kevésbé a jobbágyok világát, azt inkább régészeti forrásokból tudjuk valamelyes dokumentálni. Ami az általános jellemzője nyilván a középkori konyhának, az a keresztény előírások, mint meghatározóak. Tehát az, hogy ünnepet ülnek-e, vagy bőti ételt esznek-e, vagy hétköznapi ételeket, az teljes egészében illeszkedett a keresztény előírásokhoz. A másik ilyen elem az a honfoglalás időszakához képest a lótartás visszaszorulása. Ennek praktikus okai voltak, ugye lezárul az az időszak, amit kalandozásnak szoktunk nevezni, innentől fogva kisebb lóállományra van szükség, ha kisebb a lóállomány, akkor pedig számos más dolog is visszaszorul, a lóhúsfogyasztás ugyanúgy, mint a kumiszfogyasztás. Egyébként a lótartásnak a visszaszorulásában ideológiai okok is szerepet játszottak, mert a pogánysághoz kötötték az állatáldozást, tehát a lóáldozást, és emiatt a keresztények, a papság nem nézte jó szemben a széles körű lótartást, tehát volt egy ilyen ideológiai oka is a visszaszorulásnak. Ellenben a kumisz helyére szépen lassan megjelent a borfogyasztás, amihez a Pannon térség régóta alkalmas területet kínált. Itt a diákon időről időre majd meg fogok jelölni ilyen különböző olvasmányokat, amit talán érdemes megjegyezni annak, aki részletesebben akar a témáról olvasni, és akkor érdekes szöveghez juthat el. Hogy hogyan kell elképzelnünk a középkori magyar étkezés kultúrát, illetve inkább közellátási helyzetet, arra a legjobb példa a magyarokat egyáltalán nem szerető Freising Otto 12. századi leírása. A szövegből egyébként ki is derül, hogy ő azért nem szimpatizált a magyarokkal, ezért is érdekes a véleménye, mert hogy azt állítja, hogy a sokkal nagyobb népsűrűségű nyugati városias régiókhoz képest Magyarország azért érdekes, mert gyakorlatilag soha nincs éhínség. Tehát, hogyha nincsen valami nagyon-nagyon speciális esemény, mint mondjuk a tatárdúlás, akkor nem kell azzal számolni a Kárpát-medencében élőknek, hogy éhezniük kelljen, hiszen a Kárpát-medence elég nagy volt, az itt élő lakosság még viszonylag kicsi a területhez képest, ezért bőven nyújtott le, és hát nagyon termékeny volt maga a terület, így bőven nyújtott élelmiszer, akár vadat, akár nyilván halakat, különböző növénytermesztésre lehetőséget a terület. Itt kivágtam két képet, hogy kell elképzelni a középkorban ilyen uradalmi szakácsokat. A bal oldalt egy kódexből van egy miniatúra, mellett az Árpád címerrel, jobb oldalt pedig Albrecht Dürernek, aki ugye Magyarországról költözött Nürnbergbe,
egy 16. századi szakácsházas párt, vagy hát szakácsot és feleségét ábrázoló kép. Az előbb említett középkori konyha a reneszánsz időszakában modernizálódik, alakul át. Ez a következő nagyobb stációja a történetünknek. A reneszánszot általában a Hunyadi Mátyáshoz szokás kötni, valójában azonban ezek a folyamatok egy kicsit korábban már megindultak. Az Olaszországból érkező Anjou család tagjai már ugyanazt a reneszánsz szót hozzák be Magyarországra, mint ami majd Hunyadi Mátyás időszakában is megérkezik Mátyás második feleségével. És hát a kettő között meg ugye nagyjából Luxemburgi Zsigmond az a jelentős uralkodó, aki európai szinten is az abszolút top of kategória, és hát ő nála is egyértelmű, hogy Európa legmagasabb szintű konyháját hozta ide is, Budára, meg Nürnbergbe is, amikor éppen ott tartózkodott, mint német-római császár. Hogyha itt még egy elemet ki akarnánk emelni, akkor az, hogy ez a reneszánsz konyha, ez éppen itt Erdélyben meglehetősen sokáig fennmarad. Tehát jóval tovább, mint a nyugati területeken, erről majd még fogok beszélni, hogy miért. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy miben is látszik a reneszánsz konyha mássága a középkorhoz képest, akkor egyrészt a sokféleségben, akár húsokról, akár növényfogyasztásról van szó, sokkal többféle étel került az asztalokra. Persze alapvetően itt azért a főurak asztaláról beszélünk, hiszen arról vannak jó leírásaink. De ami meglepő ebben, hogy rákokat és csigákat is fogyasztottak, ami nem alantas ételnek számított, hanem ugyanúgy, ahogy ma a francia gasztronómiához társítjuk ezt a fogalmat, ekkoriban teljesen kézenfekvően fogyasztották, vagy mondjuk olyasmit, hogy ehető virágokat. Úgy alapvetően is igaz az, hogy volt egyfajta ilyen extremitás kedvelés a reneszánsz főurakban. Ennek ott az alján látszik egy-két példája, például, hogy aranyozták az ételeket, vagy drága köveket porítva, borban elkeverve fogyasztottak gyógyszerként, ami azt gondolom, hogy bőven az extremitásról szól. De az is jellemző erre az időszakra, hogy nagyon sok fűszert használnak. Ugye a fűszerek nagyon drágák, tehát ezt kimondottan az úri konyhákról beszélünk, mint a keleti fűszerek, azok különösen drágák, de a zöld fűszerek is nagyon elterjedtek, azokat nem csak az urak engedhették meg maguknak. Ellenben nagyon is az urak szórakozására született a cukrászat, ami ekkor még kimondottan ritka termék. De nem csak az ételek változnak meg a reneszánsz idején, hanem az étkezési szokások is, az étkezés, az asztalonnál való viselkedés is. Ugye itt egy meséből hoztam egy elemet, ez az ebozakai a kanalát megneveszi elem. Hát valóban, tehát a kanál és a villa is a reneszánsz időszakában jelenik meg az asztalokon. Igaz, még nem egészen abban az értelemben, hogy a mesében, mert azt a fajta levest, amit ki kell kanalazni, még ekkor nem fogyasztották, hanem a kanál inkább a mártások kimerését szolgálta, de ezek az asztali kellékek ekkor jelennek meg. Mint ahogyan a civilizálódó viselkedés is, tehát az például, hogy nem köpünk át az asztal fölött, és más egyéb ilyen praktikus ismeretek, amik a középkori lovagoknál még nem voltak jellemzőek, azok egyre inkább megjelennek. Például Hunyadi Mátyásról maradt fenn az az anekdota, hogy ő például úgy tudott enni, ami különösen csodálatosnak tűnt a többi úrhoz képest, hogy gyakorlatilag csak az ujjainak a hegye lett mártásos, miközben fogyasztotta a lakomákon. Ha ezeket a lakomákat így megpróbáljuk egy ilyen képen ábrázolni, akkor talán azt érdemes róluk elmondani, hogy a lakoma szemben a mai elgondolással nem egy étkezési alkalom, tehát nem az volt a cél, hogy rövid időn belül letudjuk az étkezési arra a napra, hanem ezek 10-12-14 órát is elvittek egy napból, és aztán utána még folytatódtak akár egy-két héten keresztül is. Mert hogy ez egy szórakoztatási forma volt, tehát az urak lakomája egy olyan valami, ahol az ételek felszolgálását énekesek, zsonglőrök, tűzfújók, párbajozók és más egyéb csoportok is díszítették. Ugye ott a jobb felső sorokban látunk ilyen zenészeket. Aztán látjuk azt, hogy az urak asztalánál elkülönülve érkezik adott esetben férfi és nő, vagy éppen ott a bal felső, vagy a bal oldalon ott látjuk, hogy a szervíz is megjelenik, már ugye nem az autóé, hanem a kanál, a tálak, a tányérok és más egyéb szokások, amelyek ma már kézenfekvőnek tűnnek. Aztán nem sokkal későbbről van lehetőségünk belenézni egy kicsit abba, hogy a parasztság esetében ez hogy nézett ki. Igaz, ott csak a különleges események idejéből tudunk ilyen képeket felvenni, tehát egy parasztlakodalom esetében, ahol jól látszik itt a vitételek között a kásák és pépesebb jellegű ételeknek a népszerűsége, meg az, hogy férfiak és nők vegyesen ülnek az asztaloknál, és még néhány következtetés biztos lesz, hogy ebből a képből mondani egy művészettörténész, hogyha
így elkezdeni ezt elemezni. Azonban, hogyha ugyanebből az évből megnézzünk egy másik szöveget, talán így, amit Olá Miklós adott ki, Hungária címmel, Nyugat-Európában jelent meg ez a 1568-ban, akkor, ja igen, mert maga a szöveg. Tehát ugye arról van szó, hogy Olá Miklós megcsinálja Magyarország első országimás kötetét, amelyiknek az a célja, hogy a nyugat-európai uralkodók és lovagok, politikusok figyelmét felhívja arra, hogy hát Magyarországot megtámadta a török, és jó lenne kiszorítani őket onnan, mert Magyarországnak komoly értékei vannak. És ahhoz, hogy ezeket az értékeket felmutassa, többek között azt is elmondja, hogy hol vannak Magyarországon jó bortermelővidékek, hol vannak jó gabonatermelővidékek, hol vannak ércek, ásványok, hol van kitűnő rák, például a folyóvízben. De a 16. század azért is érdekes, mert ez az időszak, amikor Európa úgymond az élre tör a kontinensek között. Ez különösen a Nyugat-Európára jellemző, ahova az új világ felfedezése, majd a gyarmatosítás révén tömegével jönnek olyan áruk, amelyek korábban nem voltak elérhetőek, vagy egyáltalán ismertek sem. És ezek oly mértékben tömeggel jönnek, hogy az éhínség helyett a pazarlás az, ami elkezd meglátszani ezekben az országokban, például Hollandiában, Angliában, Franciaországban, Portugáliában, Spanyolországban, tehát a nagy gyarmatosító államokban. És ennek a pazarlásnak az egyik legszebb jelkép a csendélet. Ha nézünk ilyen csendéleteket, azt fogjuk látni, hogy jó néhány csendéleten rohadó gyümölcsöket és ételeket látunk, amelyeken férgek vannak, legyek vannak körülötte, és ez a célja volt magának a festőnek, hogy azt jelképezze, hogy íme ennyi mindent meghagytunk, és nyugodtan elpazarolhatjuk, mert ilyen gazdagok vagyunk. Tehát valójában ezek a gazdagságnak állítanak emléket. De ahogy említettem, azért nem csak arról volt szó, hogy emléket állítanak a gazdagságnak, hanem azért még mindig a lakomák jegyében a játékosságnak is van egy kis helye. Ugye itt nem csak egy csendéletet látunk néhány zöldséggel, hanem hogyha megfordítjuk a képet, akkor egy portrét is, mert hogy Archimboldo meglehetősen ügyesen bánt a különböző portré készítésével. Második Rudolf császár például zöldségből rakta össze, másokat könyvekből, volt olyan fúgér, akit pedig csigákból és rákokból is össze tudott állítani, ami jól mutatja, hogy igen, a 16. század az egy gazdag, luxusban élő század tudott lenni Európa nyugati részében. De térjünk vissza Magyarországra, mert itt azért közel sem volt ilyen jó a helyzet, mint ugye honnan elindultunk. Láttuk, hogy a török behatol az ország közepébe, és három része szakad az ország a 16. század folyamán. Ennek azért van jelentősége, mert az étkezési kultúra is másként alakul a különböző részekben. Itt most, ha csak egy egyszerű példát hozok, akkor érdemes megnézni etnikai viszonyokat a török előtt és a török után, ami egyértelműen hozta magával azt, hogy más népcsoportoknak az étkezési kultúrája hogyan terjed el az egyes térségekben. Ha megpróbáljuk egy kicsit összegyűjteni, hogy milyen hatása volt a török hódoltság időszakának, akkor azt látjuk, hogy átrendeződtek a néprajzi viszonyok, ennek hatására az Alföld elnéptelenedett. Ez nyilván nem tett jót a szerémségi borvidéknek, ahol ugye a háborúság, illetve az elnéptelenedés miatt nem tudták a szőlőkultúrát fenntartani, tehát a középkori legjobb bor, a szerémségi bor az teljesen elpusztul. Ezek után majd a tokai bor válik a legjobb magyar borrá. Aztán ugyancsak problematikus a gátak és vízművek helyzete, amelyek gyakorlatilag tönkrementek. Ennek következtében légi elmocsorosodik az ország, ehhez hoztam ugye a Szaffiból egy ilyen példát, amiben ugyancsak látjuk, ha visszaemlékezünk rá, hogy a Jónás gyakorlatilag nem találja meg az ősi birtokot, mert amikor hazajön, akkor egy mocsarat talál a helyén, és hát ténylegesen ez történik a 17. században. Nagyon sok helyen jellemző az elmocsorosodás, és ennek nyomán elszaporodnak a hódok, ami azért egy érdekes dolog, mert a hódfogyasztásról éppen ekkoriban jelenik meg a pápai rendelet, hogy bőti ételnek számít, hiszen vízi állat. Tehát ugyanúgy, mint a hal, a hódot is lehetett a bőti időben enni. Meglepő dolog, amikor a végvári vitézeknél azt látjuk, hogy kedvenc étellé lépett elő a citromos hódtappancs. Én mind a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy ebben nem volt egy ilyen nyelvi poén, hogy a hódoltsággal szemben küzdenek a hódok ellen, de hát tudja a csoda, hogy ez pontosan hogyan volt. Ha viszont azt nézzük, hogy nem csak küzdelemről szólt a végvári időszak, hanem azért volt egy ilyen kulturális hozadéka is, akkor itt megemlíthetjük, hogy a törököknek köszönhetően terjed el nálunk a barack,
megjelenik a kávé, és hát az olyan töltött ételek, mint mondjuk a töltött paprika is tipikus balkáni közvetítéssel érkező török-perzsa étel. Itt egy ilyen mediterrán hatást látunk. Ugyanennek az időszaknak van egy másik kulturális találmánya is, amit mindannyian jól ismerünk, Gutenberg nevétől a könyvnyomtatás. Hát megjelennek az első olyan könyvek, nyomtatott könyvek is, amelyek érdekesek tudnak lenni számunkra. Az elsők azok a herbáriumok, amelyek közül itt a példán látható darab a Teleki TK-ban ki is van állítva, hogyha valaki elmegy és megnézi. A herbárium azért érdekes, mert ez egy olyan tudástőrző dokumentum, ami tényleg érdemes volt összegyűjteni és kiadni és közzétenni. Ezért is van az, hogy nem a receptkönyvek voltak az elsők, amik megjelentek, hanem az ilyen gyógyászat témakörébe, inkább a gyógyászat témakörébe tartozó herbáriumok. Az első receptkönyvek megjelenésére jó 100 évet kellett várni. Egyébként az is ide kötődik, vagy legalábbis Kolozsvárhoz. A tótfalusi Kis Miklós adta ki az első magyarországi nyomtatott szakácskönyvet, mondom, jó 100 évvel az előbbi herbárium megjelenése után. Ennek ugye alapvetően az az oka, hogy ahol szakácsot kellett alkalmazni, például az uraknál, ott általában ez egy apáról fiúra szálló mesterség volt, illetve egymástól tanulták el. Tehát így a hagyományos eltanulásos módszer működött, nem volt értelme feltétlenül leírni. Ahol meg igen, ott legfeljebb kéziratos szakácskönyveket használtak, mint a Csáktornyai Zrínyi udvarban, ami nagyjából egyidős a Tótfalusi féle kiadással, és így össze is lehet hasonlítani azt, hogy itt az erdélyi területen, illetve a nyugat-magyarországi területen mit fogyasztottak. De az összehasonlítást megteszi nekünk Apor Péter maga a Metamorphosis Transzilvániai című munkájában. Apor ugyanis egy olyan generációhoz tartozott, aki a visszafoglaló háborúk időszakát is megélte, és így látta még azt a ifjúkorának reneszánsz konyháját itt Erdélyben, majd pedig látta, amint a Nyugat-Európában már népszerű és a Nyugat-Magyarországon is népszerű barokk konyha beözönlik Erdélybe, és ennek a hatásai megjelennek. Ha megnézzük, hogy mik ezek a hatások, akkor azt láthatjuk, hogy a barokk konyhának az egyik eleme, hogy elkezdenek elterjedni az új világ növényei. Ugye itt évszázadok telnek el egyébként, tehát hogy a paprika, kukorica először, aztán a burgonya, majd a 19. században a paradicsom, ugye egészen meglepően későn. A paradicsomtól ugyanis féltek az emberek, alapvetően dísznövénynek tartották, és aggódtak miatt, hogy mérgező. Ami viszont nagyon hamar megjelenik, az élvezeti cikkek. Dohány, kávé, tea, csokoládé. Ugye a dohányt azt tiltották is, tehát az ilyen állandó ilyen játék volt, hogy most éppen tiltják, vagy nem tiltják, mivel is jár, hogyha az ember dohányzik. De aztán végül is maradt elég hosszú időre. Aztán volt az étkezés rendjében is változás, ez az az időszak a barokk, amikor a mi fogalmunk szerinti levesek megjelennek, illetve megjelenik a harmadik étkezés, a reggeli ebéd-vacsora felosztás az ekkortól létezik, korábban az ebéd és a vacsora volt az a két elem, amit ki lehetett emelni. Aztán változik az italfogyasztás is. Ugye említettem már, hogy a szerémi bor helyett a tokai aszú lesz a legjobb magyar bor, aztán a városokban a sörfogyasztása jellemző, de ekkor jelenik meg egy új típusú alkohol, a pálinka. A pálinka ugyanis kimondottan már egy ilyen iparosodási termék, egyrészt mert ugye technológiai háttere is van, amit nem lehetett a középkorban még megoldani. Másrészt pedig azért, mert a pálinka valódi elterjedése az összefügg a szövéssel. A szövetiparhoz ugyanis a sejemhernyó tenyésztésre volt szükség, a sejemhernyó gubójából jön ugyanő a sejem, és a kis hernyóknak az etetése az eperlevéllel történt. Na most, hogyha eperlevelet termelünk, akkor az nem megy úgy, hogy nem terem közben eper is, és a rengeteg eperből mi értelmeset lehetett volna csinálni, hogy pálinkát főztek belőle. Úgyhogy így függnek össze néha az egész távoli dolgok is. Összességében azt mondhatjuk, hogy a 19. századra kialakul a mai értelemben vett, vagy sztereotíp értelemben vett modern magyar konyhának számos vonása. A káposztás ételek a népi ételek között nagyon széles körben elterjedtek, a paprika és a hagyma, majd jóval később a paradicsom is csatlakozik a 19. században a köznapi felhasználású kellékek közé, a levesek és a főtt tiszták nagyon nagy divatnak örvendenek, már használják a zsíros rántást, és a 19. században, igaz még csak az úri konyhákon, de Bécsből megérkezik a rántott hús is, ami ugye mégiscsak egy elengedhetetlen kellékünk. De a 19. században számos más folyamat is van, az egyik például a nemzeti ébredés, a nacionalizmus, amelynek jegyében Kölcsey megírja a himnuszt,
létrejön a díszmagyar, és úgy gondolják, hogy itt az ideje megkeresni a helyes magyar ételt is, az igazi magyar ételt, és úgy érzik, hogy ezt nyilvánvalóan az alföldi népi ételek között kell megkeresni, és ekkoriban az alföldi népi ételek között a gulyás, a pörkölt, a paprikás azok, amelyek a legnépszerűbbek, és így válik a 19. században a nemzeti jelképkereső mozgalom nyomán az igazi standard nemzeti étellé ez a gulyás-pörkölt vonal, ami aztán a sztereotípiát alakítja ki. De nem csak a magyarok voltak azok, a magyar csoportok azok, akik szerették volna meghatározni azt, hogy mi az ő nemzeti eledelük, hanem a különböző nemzetiségek is itt a Kárpát-medencében így tesznek. Illetve van egy olyan csoport, amelyik nem nemzetiség, hanem vallási alapon nagyon jól körülhatárolható ételeket fogyaszt, ugye ez a zsidóságról mindjárt lesz szó. De azt is láthatjuk, hogy miközben a receptkönyvek arról beszélnek, hogy mi az igazi magyar étel, megjelenik az igény arra is, hogy akkor viszont legyen szó arra, hogy mi az, ami a helyi. Tehát ami nem országosan elterjedt és mindenhol van, hanem csak itt helyben, és így megjelennek a lokális specialitások, a helyi specialitások. Ugye említettem, hogy a zsidó konyha az egy elég markánsan elkülönülő nemzetiségi konyha, azért, mert nagyon jól definálták a szabályait. Tehát ugye a vallási előírások rögzítik, hogy mitől kóser egy étel. És a másik elem pedig, hogy ők városi lakosság voltak elsősorban, Budapest negyede, ötöde izraelita vallású volt a 20. század elejére, és így nagyon látványos is volt ez az elkülönülés, az, hogy más típusú ételeket esznek, mint a nem zsidók. És hát így nyilván a sólet, a bagel vagy a flódni, azok olyasmik, amelyek gazdagították a sokszínűségét a Kárpát-medencei étkezés kultúrának. Egy másik folyamat, ami a 19. században lezajlik, az az, hogy az emberek a városokba áramlanak, a főváros nagyon látványosan növekedik, körülbelül 100 év alatt meg 20-szorozódik a főváros lakossága, és így nagyjából a 20. század elejére eléri az 1 millió főt, és ezzel a 20. század elejére olyan világvárosi jelleget ölt Budapest, mint amilyen New York, Berlin vagy Párizs esetében látható. És nem, tényleg nem tévedés az összehasonlítás. Nagyon sok szempontból emlékeztek Budapest például New Yorkra. Például abban is, hogy szörnyen rosszak a lakásviszonyok. Ugye a felárandó emberek nagy számát nem tudta lekövetni a megfelelő színvonalú lakás biztosítása, és hát többek között ezeknek a lakásoknak a túlzsúfoltság is az egyik problémája, meg az, hogy nem feltétlenül van benne konyha, pláne nem jól felszerelt konyha. Ezért az emberek kénytelenek voltak kis vendéglőkbe vagy kávéházakba járni étkezni. Az, hogy a korabeli Budapesten ilyen nagy népszerűsége volt a kávézóknak, vagy hogy például mondjuk a Pilvaxban robban ki a 40, az a szabadságharc, az, vagy hát legalábbis ott készítik elő, az többek között azzal függött össze, hogy a szegény értelmiségiek otthon nem tudtak találkozni, mert nem volt elég nagy a lakásuk hozzá. Nem mellékesen fűteni is kellett volna márciusban, és hát a fűtésszámlát is meg lehetett spórolni, az ember elment egy kávézóba. Szóval ilyen praktikus elemekből is áll össze az, hogy amire most nosztalgiával gondolhatunk vissza, a kis vendéglők időszaka. Másrészt viszont ez azzal is járt, hogy profi szakácsokra, pincérekre is szükség volt. Ennek jegyében jelenik meg a 19. században egész komoly dömpingje van a szakácskönyvek megjelenésének, illetve a szakács szakma elkezd igazán szépen kialakulni és professzionalizálódni. Másrészt viszont ugye a városba feláramlóknak azért is volt szüksége szakácskönyvekre, mert hát a mamát meg a nagymamát nem lehetett megkérdezni, nem lehetett haza skype-olni, amikor az ember mondjuk Vas megyéből fölkerült Budapestre. Úgyhogy maradtak a szakácskönyvek. Másrészt ez a fajta felbuzdulás, meg az, hogy az értelmiségek nem otthon éltek, hanem kávézókban, vagy éppen kis vendéglőkben, ez azt is eredményezte, hogy az irodalmi alkotásokban is, mint egy zsánerként megjelenik a gasztroirodalom. Krúdi Szindbádja, a Móricz novellák, vagy Jókai például kimondottan gasztrotörténeti jegyzetei voltak, tehát hogy jegyzetelt, hogy a történelmi regényeiben hitelesen tudja ezt a témát, ezeket a témákat ábrázolni. Ignótus pedig íróként Emma asszony álléven adott ki szakácskönyvet. De megérintette ez a probléma a néprajzosokat is, például Herman Ottót, aki a Magyar Halászat könyvét két köretben állította össze a 19. század végén. Ez annál is inkább volt aktuális, mert mindannyian tudjuk, hogy Széchenyi szabályozta a Tiszát, a Dunát, meg a Vaskaput megépítette, csak hogy azt kevésbé szoktuk elmondani, hogy ennek ugye az lett a következménye, hogy szabályozott mederbe kerültek a folyók, és így a korábbi halászati technikák, amelyek a leapasztásos módszerrel fogták a halat, nem működtek. Továbbá a víza se tudott visszaúszni a Vaskapun, mert hát ugye nem,
tehát az elég jól lezárt, így radikálisan elkezdett csökkenni a halállomány, illetve a halfogyasztás. Például, amikor ma arra panaszkodunk, hogy Európában a magyarok eszik a legkevesebb halat, akkor ezt ne gondoljuk, hogy az elmúlt 20 év, vagy az elmúlt 50 évben történt. Ez tulajdonképpen egy olyan folyamatnak az eredménye, ami bizony-bizony Széchenyitől indul. Aztán, ha már városról beszélünk, ugye nyilván a tömegével a városba áramló embereknek az ellátását biztosítani kellett. Erre a legalkalmasabb az élelmiszeripar volt, ami együtt fejlődött a városokkal. Ha megnézzük a tömegtermelés termékeit, látjuk, hogy megjelentek a különböző konzervek, amik ugye a jól szállíthatóvá tették az élelmiszert. Másrészt megjelent az a szövetkezeti bolt típus, a hangya szövetkezet, amelyik a termelőtől a fogyasztóhoz közvetlenül el tudta juttatni az élelmiszereket. És itt megint tettem oda be a jobb alsó sarokba egy olyan hirdetést, ami rámutat arra, hogy amikor magi leves porokat látunk, akkor azok nem újdonságok, mert a 19. század végén is árulták már. Aztán, ami még megjelenik az élelmiszeriparban, az a cukoripar és a magyar cukrászat felfutása. Míg korábban ez kimondottan az uralkodóknak volt a pompakedvelésének része a reneszánsz idején, addig ekkor már a cukoripar eljut oda, hogy szélesebb körökben a városi lakosságot bőven el tudja érni. A paraszti étkezésben ugyancsak az ünnepnapokon jelenik meg a cukrozott étel, de a városi léthez már hozzátartozik a cukrászda fogalma, ekkor születnek cukrászdinasztiák. Ugye József Attila ismert versében is láthatjuk, hogy ő csak álmodik a Kuglerről, mert hát ugye József Attila, mint tudjuk, elég szegény családból származott. Egyébként a Kugler, az ugye a Kugler család egyik terméke volt, ezt ma minyonnak hívjuk azt a süteményt, amiről itt szó van éppen. Aztán ugyancsak bővül a piaca mindannak az italnak, ami ekkor hozzáférhető, hogy ott a kerekes kúttól elkezdve, ami ugye a friss víz szolgáltatást garantálta, a kávé és a tea. Itt a jobb oldalon egy szénsavazó, házi szénsavazógépet látunk, tehát amivel a szénsavas üdítőt lehetett csinálni házilag. Vagy éppen a középső hirdetés, a Turul márka nevű munkásital, amit azért ajánlottak a május 1-én ünneplő munkásoknak, mert ez alkoholmentes változata volt a sörnek. De természetesen voltak alkoholos változatok is. A törlei, az unikum, ma is meglévő termékek, a Hagenmacher cég pedig nem sokára már Dreher név alatt fogja forgalmazni a söreit. A jobboldali alsó sarokban pedig az alföldi konyakgyárnak egy érdekes baraszkpálinka reklámját olvassuk, akik úgy vélték, hogy a 19. században csökkent a törpék születési száma, tehát egyre kevesebb törpe született, és ez nyilvánvalóan a pálinka elterjedésével áll összefüggés. A 20. század azonban nem ennyire, de röviden megtörte ezt a fejlődési folyamatot. Az első világháborúnak köszönhetően megjelenik a hiánykonyha. Itt a Hamis Gulyás című kötetben egészen érdekes recepteket gyűjtöttek össze ebből az időből. Hát komoly gyomor kell hozzá, hogy az ember ki akarja próbálni. Meg lehet tenni, de azért ezek nagyon furcsa ételek. Népszerűek voltak ugyan olyan termékek, mint mondjuk a pót élelmiszerek, a pót kávé, ami cikóriából volt, ami olyan, mintha, de azért mégse. Tehát, egyébként van egy érdekes ilyen pótélelmiszer, szerintem azt ki lehet próbálni. Alkoholmentes műsört lehet csinálni úgy, hogyha az ember tonikba kávét önt. Egészen meglepő. Tehát fene gondolná, hogy ennek sör jellege van. Aztán ugyanebben az időszakban jelenik meg a kalóriaszámlálás. A kalóriaszámlálás, ami azért volt fontos, ugye, tehát nem a diéta miatt, tehát azért ez nem Norbi update, hanem elsősorban azért, mert fontos volt meghatározni azt, hogy mennyi az a minimális energiabevitel, amivel a munkás a gyárban tud dolgozni, a paraszt tud dolgozni a földeken, vagy a katona tud harcolni. És hát így jelent meg az élelmiszeriparban a kalóriaszámlálás, és hát ugye az első világháborúban bizonyos stresszfaktor is nagyon megjelent, a posztraumás stressz szindróma, ami egyébként nagyjából 3000 éves a történelmi jelenség, tehát ez se az öbölháború idején jelent meg, mint azt egyesek először gondolták a 90-es években. Erre pedig a reakció az volt, hogy az alkoholizmus széles körben elterjedt először csak a fronton, aztán amikor visszajöttek, akkor ugye nyilván nem tudták letenni a poharat. Ami egyébként érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy minden második, harmadik ember sérültem jött vissza a nagy háborúból. A hiány természetesen nem állt le a fegyverszünet napjával. A tanácsköztársaság idejű szakában látunk egy alkoholizmussal küzdő plakátot. Be kellett vezetni a jegyrendszert az ellátási nehézségek miatt, ugye ezt a korabeli vicc is mutatja, amit ott így idézni próbáltam.
Illetve hát magának az ellátási nehézségnek ilyen problémái voltak, hogy a parasztság és a városközti csere rendszer nem működött igazán jól. Hát ezt a forradalmi terror jegyében próbálták aztán megoldani a kommunisták, nem a legnagyobb sikerrel, de azért nem is teljesen hatékonytalanul. A történet aztán folytatódott tovább, és olyan politikai jelenségeknek, mint mondjuk a versailles békerendszer is van következménye a magyar gasztronómiára, bár érdekes módon inkább az elcsatolt területeken. Ha elkezdjük megnézni, hogy változnak a tulajdonviszonyok, a föld, vagy akár az állásvesztés, a föld újraosztás, vagy csak egyszerűen a kezünkbe veszünk egy menükártyát, és látjuk rajta, hogy az utcanév megváltozott, más nyelven írják, más ételek jelennek, más a tulajdonos, akkor látjuk, hogy milyen változások is történnek, de ezek mindig csak ahogyan a politikai jelenség is egy viszonylag felszínes esemény, ami aztán lassan hat le a társadalomra és a gazdaságba, ezek is ilyen felszíni elemek. Magyarországon, a szűkenvet Magyarországon viszonylag átmeneti volt a gasztronómiára vett hatása a magának Trianonnak. Aminek jóval nagyobb volt az az, hogy ugye Trianon miatt az elcsatolt területekről kb. 400 ezer menekült jött a trianoni Magyarország területére, úgy az arányokhoz, tehát egy kb. 8 milliós lakossághoz jön még hozzá 400 ezer ember. Ezeknek egy jelentős részét nagyon rossz körülmények között sikerült csak elszállásolni, ugye ezek a bahon lakók, akik erről beszéltünk. Na most nyilván ez még csak hozzájárult a már említett alkoholizmushoz, ami egyébként 20. században folyamatos probléma, különösen a válságok idején jelentkezik nagy mértékben, de egyébként állandóan megvan. Aztán van egy érdekes jelenség még, amit ott alult, ezt mutatok képen is, az Erdélyénusz tagja megjelenése a Csonka Magyarországon, ugye, hogy góbé vendéglőnek és góbé sörözőnek nevezik. Például mondjuk az éttermet, és ez egy ilyen marketingelemként működött. És ha már Erdély szóba került, akkor érdemes röviden arról is beszélni, hogy magán a Kárpát-medencén belül mennyire volt egységes a gasztronómia. Ugye arra már utaltam, hogy nemzetiség értelemben lehetnek tagoltságok, de területileg, hogy voltak-e alrégiók Magyarországon belül, hát rá kell nézni erre a domborzati térképre, amin a folyamszabályozás előtti állapot látható. És nagyjából látszik az, hogy háromféle tájegység van ilyen termelési szempontból. Az egyik az a vízzel is fedett alföldies jellegű táj, ez nagyjából a közepe az országnak, illetve a túlnyomó része. Aztán van a felvidéki hegyes területek, illetve itt keleten Erdély. Tehát nagyjából ennek a három régióra lehet elvileg bontani a területet, de ahhoz, hogy egy gasztronómiai régió kialakuljon, ahhoz ez önmagában kevés, hiszen ez csak a lehetőséget teremti meg, ténylegesen elkülönülő fejlődésnek vagy különböző társadalom szerkezeteknek is létre kell jönnie ahhoz, hogy abból a gasztronómia is megváltozzon. És ez gyakorlatilag csak Erdély esetében állt fenn a szétfejlődés miatt. Tehát ugye amikor három részre szakadt az ország, akkor különböző jellegűen fejlődött az ország többi része. Az északi területen ugyan van valami palóckonyha, amit lehet definiálni, de az önmagában nem alkot elég összetett alrégiót. Az erdélyi konyhának a sajátosságát azonban nagyon korán észrevették, és hát itt megpróbáltam összegyűjteni, a többek között ilyen reneszánsz jelleg is érzékelhető, a több zöld fűszer használatában, a kevesebb paprikában, a csorba, mint leves típus, sajátosan itt jellemző, illetve vannak helyi ilyen lokális elnevezésű ételek, amelyek kimondottan az erdélyiséget hangsúlyozzák. Ha azonban tovább lépünk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy Erdélyen belül mit látunk, mennyire igaz a nemzetiségi elkülönülés, akkor itt a Vásárhelyi Múzeum egyik muzeológusának, Sárándi Tamásnak itt van körünkben, a tanulmányára tudunk támaszkodni, aki rámutatott arra, hogy a sztereotíp képnek ugyan van valamennyi alapja, de azért erősen túlzó jellegű. Az úgy, a vegyes lakosságú területek vizsgálatában jól látszik ugyanis, hogy a fogyasztási szokások elsősorban attól függnek, hogy milyen a lakóhely, hogy ott a környéken mi terem meg, másodszorban attól, hogy milyen a szociális helyzete annak, aki fogyaszt, és csak harmadsorban függenek attól, hogy milyen nemzetiségi vagy vallási háttérrel fogyaszt valaki. Vagy más megközelítésben úgy is mondhatnánk ezt, hogy nem abban van a különbség egy adott területen, hogy az adott magyarok vagy éppen velük együtt élő románok, azok puliszkát vagy kenyeret esznek, hanem abban, hogy mit esznek hozzá. Illetve hogy az ünnepeken mit fogyasztanak, mert az ünneprend az értelemszerűen változik. Például egy ortodox, egy katolikus, meg egy protestáns máshol is ünnepel, másként is ünnepel, másként ülik a böjtöt, mások ezek a vonatkozó szabályok.
Ha visszaugrunk oda, hogy az első világháború után mi változott a gasztronómiában, a magyar gasztronómiában, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan társadalmi változások, amik begyűrűztek a konyhába. Ilyen például az, amit úgy nevezhetnénk, hogy puritánabbá válás. Ha valaki nézte a Downton Abbey című angol sorozatot, az látható, hogy az első világháború után még a brit arisztokraták is visszavettek abból a dőzsölésből, amit az első világháború előtt megszoktak, és hát még inkább így volt ez az alacsonyabb társadalmi rétegeknél. Egyszerűsödtek a lakomák, egyszerűsödtek az elvárások. Itt a terítéket azért is idéztem meg, hogy ez is jelentősen egyszerűsödött a korban. A másik ilyen tényező az a nők munkába állása volt, ami jelentősen megváltoztatta azt, hogy ki és miként főz, vagy mit tud főzni. És a harmadik elem pedig az iparosodás folytatódásával függ össze. Hát igen. Így egy kicsit kevésbé élvezhető. Ja, de igen, látszani fog, jól van. Kiállok a főbb. Ez az egy perces kis részlet, ez nem a Globusgyárnak a reklámfilmje volt, hanem egy a Horthy-korban működő, vagy létrejött filmnek, a Lovagias ügy című filmnek az első egy perce. Ha valaki végignézi a filmet, akkor kiderül, hogy a konzervgyárnak az irodájában játszódik a konfliktus maga, amiről aztán a filmben szó van, de jól mutatja azt, hogy az iparosodás, az élelmiszeripar fejlődése a 19. századi alapokról indul tovább, a Globusgyár nemzetközi szinten termel. Hamarosan azonban újabb krak ütött be a II. Világháborúval, amelynek nyomán ismét az ínségkonyhák egyik receptjére hívnám fel a figyelmet, a finom óvóhely sütemény feliratú kis újsághirdetésre, de vagy nem egy ennél sokkal tartósabb eredménye a II. Világháborúnak, a trapista sajt ekkor vált Magyarország kedvelt sajtjává. 41. januárjában Teleki Pál rendelte el, hogy minden sajt, tehát az összes sajttermelés 60%-a trapista jellegű sajt kell, hogy legyen, mert ennek a termelése garantálható a viszonylag szűkös anyagi lehetőségek között. Tehát ez egy viszonylag rosszabb minőségű hadisajt volt, és aztán annyira népszerű lett, hogy mind a mai napig töretlen a karrierje a trapista sajtnak, noha ez valójában egy szükségtermékként terjedt el. A másik ilyen elem az pedig a II. Világháború időszakának zsidó üldözésével függ össze. Először ugye csak a zsidó vagyonokat vették el, majd utána a holokauszt révén jelentősen le is csökkent a zsidó lakosság létszáma, majd pedig ugye 45 után a vallásos élet sem volt lehetséges, tehát gyakorlatilag a kóser konyha az 44-45-ben eltűnik Magyarországról, hogy aztán majd 89 után megpróbálják újra felfedezni a gyökereiket azok, akik úgy gondolják, és akkor újra visszagazdagodott a magyar konyha kultúra. A jobb oldalon pedig egy érdekes könyvet említek, a Szakácskönyv a túlélésért címmel. Ezt holokausztban elvitt, de deportált magyarok, 3-4 zsidó asszony írta ezeknek a receptjeit. Nem mindegyikük élte túl a tábort, de a szabad idejüket azzal töltötték, hogy megpróbáltak másról álmodozni, mint arról a szomorú valóságról, amiben részük volt, és hát ez egy unikális darab. Nem csak Magyarország, hanem a világtörténelemben is, hogy egy ilyen szakácskönyv készült. Aztán jött 45, pillanatnyi fellélegzés, de aztán utána megint csak beborult az ég, és beszolgáltatás, államosítás, kuláküldözés és jegyrendszer következett el. Itt a Tanú című filmre utalnék, ami talán többeknek megvan, ez a Dezsőről szóló jelenet, a fekete vágásról. De nem csak ebben az értelemben történt itt változás, hanem például a Horthy süteménynek is mennie kellett, tehát azt a süteményt, amit korábban Horthy szelet név alatt forgalmazták, az innentől fogva a hatnapos sütemény név alatt
volt hozzáférhető. Sajnálatos módon a recept is megváltozott, tehát a minősége is rosszabb lett, úgyhogy akik ezzel találkoztak, azok nem az igazi horti szeletet ismerhették, mert például mondjuk az én nagymám is csinált ilyet. Aztán a másik ilyen elem, ami érdekesség talán, hogy milyen összefüggéseket láthatunk meg, az a beszolgáltatásokkal kapcsolatos. A szovjet hadsereg 45-ben elkezdett rekvirálni. Ugye a magyarokat is elvitt munkaszolgálatra, meg elvitt jelentős mennyiségű élelmiszer. És ennek hatására látszani kezdett, hogy 46-47-ben éhínség kezd kibontakozni Magyarországon, ami azért nem folytatódott, mert Sztálin úgy döntött, hogy akkor ő csökkenti az elvárásait, és kevesebb élelmiszer vitt el az országból, mint amennyit eredetileg tervezett, és amennyire szüksége lett volna ahhoz, hogy a szovjet lakosságot el tudja látni. Ez a döntés elsőre furcsának tűnhet, hogy miért a szovjet lakosságot éhezteti Sztálin és a magyaroknál hagyja az élelmiszer, de a megoldás nagyon egyszerű. Ugye 46-47-ben vagyunk még, amikor vannak választások, és a kommunista párt népszerűségét nem akarta a földbe döngölni azzal, hogy még éhínség is sújtja a korabeli Magyarországot. Aztán jött 56, és a Kádár éra, amit nem véletlenül nevezünk gulyás kommunizmusnak, mert hogy az életminőség politika az egy fontos eleme volt ennek a rendszernek, amelyik azt sugallta, hogy minden korábbinál jobb ellátási színvonal jut átlagosan az országnak, és ez nagyjából igaz is volt. A fejlődés töretlenül haladt előre, az utasellátóban automata büfé jelent meg, a mezőgazdaság minden korábbinál jobb eredményeket hozott, sőt, még az is igaz, hogy a keleti szektorban az egyik legszabadabb volt a magyar ország, amit egy 73-as itallap tetejéről ott láthatjuk, hogy a kólaszörpet is forgalmazták minden probléma nélkül. Azonban azt is látnunk kell, hogy két vezető magyar kommunista politikus részéről meghatározó mondatok is elhangoztak. Én különösen Marosány Györgynek az álláspontját szeretem, aki ugye péksegédből lett kommunista, tehát nem véletlenül a zsömle jutott az eszébe. De jól kifejezte azt az üzenetet, hogy amíg a társadalomnak mi garantáljuk a jólétet, addig legyen nyugalom. Másrészt ezt a nyugalmat tényleg megteremtették azzal, hogy valóban láthatóak a fejlődésnek olyan elemei, mint például a hűtőszekrény. A 60-as években kezd elterjedni Magyarországon. Nem egy új találmányról van szó, 1916-ban, 18-ban már kifejlesztik az amerikaiak, a két világháború között több millió példányt adnak el belőle Nyugat-Európában, de Magyarországra ekkor még nem érkezett meg ez a találmány. Ami viszont ennél szerintem egy fokkal érdekesebb, az az, hogyha nyugaton valahol megpróbálunk mirelit árut kérni, nem fogják érteni, hogy miről van szó. Ennek az az oka, hogy ez egy magyar fejlesztés. 45-ben nevezték el így a mezőgazdasági és ipari részvénytársaság csúcstermékeit, a gyorsütéssel fogyasztott árukat, és ez lett a mirelit. A történet folytatásában, most már nagy léptekkel haladunk, átlépjük a rendszerváltást, és látjuk, hogy mi következik az árubőség időszaka, ami egyfajta habzsolásba fut bele. Sajnos ez az árubőség elég silány minőséggel párosult, bizonyára mindenkinek megvan a 90-es évek műanyag ízű és műanyag színű szörpjei, amit vízzel vagy szódával kellett hígítani, döbbenetesen rossz minőségű, hogyha így a mai szemmel visszanézünk. De ekkor jelennek meg olyan termékek is, vagy olyan árucikkek is a konyhában, mint mondjuk olyan alulról mennek mixerek és robotgépek, a vízforraló, a gofrisütő, a kenyérpirító. Ezek olyan termékek, amelyeknek jelentős része már a két világháború között megszületik, és mondjuk, hogyha egy amerikai konyhába mentünk az 50-es, 60-as években, ott ezek már ott voltak. Hát Magyarországon azért egy kicsit később jutottak el, de egyébként itt most a Vásárhelyi Múzeumnak is van olyan kiállítása, amin lehet látni, milyen 50-es, 60-as években milyen volt, lehetett egy román konyha, vagy hát itt Romániában egy konyha, és hát ott is látszik ez, hogy mik voltak azok a termékek, amik már elérhetőek voltak. Egyébként példának okáért, nem sok az van a gasztronómiához, de a csoda se gondolta volna, hogy már a 70-es években volt MP3 lejátszó, csak nem terjedt még el, mert még nem volt elég a memória hozzá, hogy rendesen lehessen feltölteni a zenéket, de a technológia már létezett. És persze az alkoholizmus továbbra is probléma, különösen a felnőtt korú férfi lakosság körében, akik elvesztették az állásukat, a családjukat nem tudták fenntartani, azokat különösen sújtott ez a probléma. Aztán, hogy egy kicsit ránézünk a 20. századra, akkor azt látjuk, hogy nagyon hirtelen váltások vannak. Nem csak Apor Péter érzékelte a 17. században, hogy a reneszánsz konyhát fölváltja a barokk konyha, hanem bizony ma is, hogyha egy nagymama, az anyuka és a lánya összeülnek, akkor jól láthatják például a lakásuk alaprajzát böngészve, hogy hogyan változott a gasztrokultúra.
az országban az elmúlt 60 évben. Mondjuk 60 évvel ezelőtt teljesen természetes volt a kiskonyha fülkével rendelkező panellakások készítése, míg ezzel szemben a rendszerváltás időszakában már konyhát és étkezőt terveztek a nagyobb alapterületű lakásokba. Ma pedig az igazán menő hirdetések már amerikai konyhát hirdetnek. Ez nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy az étkezésnek mi a helye a társadalom szemében, mennyire nyitjuk egybe az ételkészítést, mennyire kattanunk rá az ételek fogyasztására. Azonban azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az ízlelésbeli szokásaink sokkal lassabban változnak, mint ezek a külső tényezők. Azok az ízek, amiket gyerekkorunkban megszoktunk, azokról sokkal nehezebben vagyunk hajlandók lemondani, egy idő után meg aztán végképp nem. Ezért is a rántott hús karrierje töretlen Magyarországon. És így aztán eljutunk végül a napjaink trendjeihez, amelyek között számos elem megfigyelhető. Az egyik az árubőség, a másik az egészségmánia minden szinten, ami leginkább propagandával leöntött hablagy, mint például a bioétkezés vagy a paleokonyha, ami ugye, hát ugye azért abszurdum, mert ugye pont az elején említettem, hogy az evolúció révén ma teljesen másként működünk például a laktózzal kapcsolatban, mondjuk a paleolit korban. Vagy mondjuk a Magyarországon sújtó hungarikummánia, amikor termékekről azt gondoljuk, hogy azokat csak mi csináljuk, vagy mi csináltuk először, akár legyen szó a szódáról, vagy a fröccsről, vagy mondjuk a véres hurkáról. Hát de hogyha az ember elmegy külföldre, akkor látja, hogy azért ezt nem Magyarországról importálják mindenhova. A másik ilyen elem az a nemzetközi trendek követése, ez különösen a gasztronómiában látszik. A 90-es évek döbbenetes fordulata volt, amikor ilyen cikornyás ételnevekkel hosszú elemek születtek a menülapon. Napjainkban a fast food divat, vagy a csúcsgasztronómia minőségkeresése az, ami jellemzi a magyar konyhát. Ugye most már több Michelin csillagos hely is van Budapesten, ami jól mutatja ezt a minőség iránti fogékonyságot, vagy hát elég csak arra gondolni, hogy egy 40 évvel ezelőtt milyen eszement ötlet lett volna már, hogy tévécsatornát indítani arra, hogy hogyan főznek az emberek, vagy miből főznek. Hát ugye, tehát ha megnézzük, hogy Jamie Oliver miből főz, ezt, hogy elképzeljük a Kádár korszakban, vagy még inkább itt Romániában, ahol alapélelmiszerek nem voltak kaphatóak, és még az a vicc volt divatban, hogy hát amikor a kislány véletlenül látott egy citromot, akkor rákérdezett az anyukánál, hogy ez mégis mire jó. Az anyuka teljes őszinteséggel mondhatta, hogy pótolja a citrompótlót. Mert hát a hiánykonyha így működött. Magyarországon is 89-ben a Szomszédok című tévésorozatban elhangzik a kofa szájából, hogy végre most már déli gyümölcs nem csak szezonban kapható. Tehát azért ilyen elemek az utóbbi időben jelentek meg. És szerintem, ami már egy kicsit a jövőben mutat, az az, amit jobb híján molekuláris gasztronómiának szoktak nevezni, valójában inkább tudományos alapú gasztronómiának lehetne nevezni, hogy kezdenek megjelenni azok a háztartási eszközök, amelyeket nagyon pontosan be lehet állítani azt, hogy milyen hőmérsékleten és mennyi ideig készüljenek az ételek, és ezek lehetővé tesznek sokkal kifinomultabb ételkészítési eljárásokat, különböző állagok elérését, míg ezt korábban a korábbi módszerekkel sokkal trükkösebben kellett vagy lehetett megoldani. De például tudományos módszerek között vannak olyanok is, hogy a pszichológiát is bevetik most már a modern séfek, egészen meglepő dolgokat találva. Az még csak-csak érthetőnek látszik így elsőre, hogy a tenger ételei jobban ízlenek, hogyha a háttérben tengerbolyarilást hall az ember. Ezért ezt így bejátszák a zenét. De az egy kicsit talán meglepőbb lehet, hogy a francia sajtok pedig akkor ízlenek jobban, hogyha használt oknit tartunk a teremben. Ezek így jobban működnek együtt. Hát ezek a folyamatok szerintem oda fognak lassan vezetni, hogy egy új módon kell majd definiálnunk azt, hogy mi is a magyar konyhából az, amire szükségünk van. Nyilvánvaló, hogy az, amit nagyapáink mondjuk a kohóban vagy a mezőn dolgozva igényeltek kalóriát, arra nekünk nem lesz szükségünk, hogyha ülő munkát végzünk. Úgyhogy újra kell gondolnunk folyamatosan azt, hogy mi a magyar konyha. Valószínűleg Venice definíciója ma már nem működne tökéletesen, de szépen lassan, egészen biztosan változni fog a jövőben is a magyar konyha kultúra, hogy eddig is tette, úgyhogy emiatt szerintem nincs okunk aggódni. Azt pedig talán az előadás is bebizonyította, hogy amikor valaki gasztrotörténeti kutatást végez, akkor tulajdonképpen milyen sokszínű témákra kell odafigyelni ahhoz, hogy összefüggésekben tudja bemutatni azt, hogy miért változik az, amit szüleink, nagyszüleink vagy szépszüleink fogyasztottak, és hogyan tették mindezt. Köszönöm.